Ezért szerintem ennek a rendszernek a megdöntése, az ez, ennek a rendszernek a felszámolása, ez nem jogi kérdés. Nem attól fog ez a rendszer meginogni, hogy mi bármi szavazunk a parlamentben. Akkor fog ez a rendszer meginogni, illetve ennek a politikai hatalomnak a, a holdudvara, hogyha elzárjuk azokat a pénzcsapokat, amivel ez a rendszer működik. Ez szerintem ezerszer fontosabb kérdés, mint hogy a parlamentben. Egy feles többség mit mond a kétharmados jogszabályokról? Tehát, ha jól értem, akkor ha önöm múlik, akkor lesz egy deklaráció az elején, de semmiféle jogszabály nem megy be a parlamentbe a kormány kezében. Elkezdünk kormányozni, és elzárjuk a pénzcsapokat, amik ezt a rendszert működtetik. És van még egy dolog, amit ebben az összefüggésben szerintem nagyon fontos, hogy bevonjunk ebbe a beszélgetésbe, ami nagyon fontos ügy. Magyarország ellen az Európai Bíróság hamarosan Magyarország a magyar jogállamiság működésével kapcsolatosan az Európai Bíróság hamarosan fog hozni egy döntést. Ez a döntés, legjobb tudomásunk szerint, nem lehet más, mint hogy az ő bíróság meg fogja állít, állapítani azt, hogy a magyar kormány szisztematikusan leépítette a jogállamot, az alkotmányos ellensúlyokat, és hogy az, ahogy Magyarországban működik, az nem összeegyezhető az Európai Uniós alapértékekkel és az Európai Uniós joggal. Ha ez bekövetkezik, én erre nagyon komoly tétben mernék fogadni, hogy ez. Hogy ez, a, ez még a parlamenti választás előtt ki fog derülni, akkor Magyarországnak és az Európai Uniónak rendeznie kell a viszonyát. És abban a helyzetben lesz Magyarország, hogy el kell döntenie, hogy az Európai Unió tagja marad és megváltoztatja a közjogi rendszerét, vagy kilép az Európai Unióból, és ebben a közjogi rendszerben éli tovább a mindennapjait. Nem kérdés, hogy az utóbbi nem alternatíva. Nem kérdés, hogy az utóbbi nem lehet. És éppen ezért azt gondolom, hogy olyan módon kell a magyar alkotmányosság kérdését rendezni, amiben a magyar társadalom jogos igényét, a parlamenti többség jogos igényét és az Európai Unió jogos igényét hozzuk egy platformra. Igen, de az Európai Unió semmilyen módon nem, törvény, nem része a magyar törvényhozásnak. Nem ülnek ott gombot nyomni, ott lesz egy kormánypárti többség, a mostani ismereteink szerint nem kétharmados, hanem a feles körüli, meg lesz egy ellenzéki többség. Hogy lehet őket rávenni? Hogy olyat szavazzanak meg, amit nem akarnak. Ha... Úgy, hogy különben Magyarország kikerül az Európai Unióból. Ezt... ezt a tétet kell a magyar döntéshozók elé helyezni, és egy népszavazással, egy népszavazással kell hitet tenni arról, hogy Magyarország meg akarja változtatni az alkotmányos rendszerét, mert az Európai Unió tagja akar maradni. Én ebben hiszek. És ez szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy a parlament önmagában milyen döntéseket hoz bizonyos két De akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ha ez a helyzet valamikor előáll, hogy ön, mint miniszterelnök, ha megint úgy alakul a helyzet, akkor azt fogja mondani, hogy vagy megcsináljuk ezt, amit én itt beterjesztek, és kell hozzá a ti szavazatotok is, hogy kétharmadosan menjen, vagy én, mint miniszterelnök kezdeményezem az Európai Unióba való kilépést, mert a kettő nem fér össze. És akkor ön lesz, az a miniszterelnök. Nem, aki kínépteti kínépteti, így, én azokkal értek egyet, akik azt mondják, ö, ö, többek között Bárándi Péter, vagy Forgács Imre, vagy éppen Vörös Imre, aki eredetileg felvetette ezt a javaslatot, hogy a parlament önmagában kevés ahhoz, hogy ezeken a jogszabályokon változtasson. Én azt gondolom, hogy ennek a. Ennek az alkotmányossági ö, folyamatnak vagy válsághelyzetnek a végére egy népszavazásra lehet pontot tenni, és ebben meg kell várni az Európai ö, 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 Bíróság és aztán az Európai Bizottság döntését azzal kapcsolatosan, hogy milyen a jogállamiság helyzete Magyarországon. Tehát ha az megvan, akkor fölteszi népszavazásra Így. azt a kérdést, hogy akarnak-e a magyarok új alaptörvényt? Igen. Azt a kérdést kell föltenni Magyarországnak, hogy akar-e az Európai Unió tagja maradni, és éppen ennek érdekében megváltoztatja azokat a közjogi ö, ketre, ö, kereteket, amelyek között Magyarország egyébként ma nem is lehetne az Európai Unió tagja, és amely egyébként megfojtotta a magyar demokráciát.